akiket az idő igazol. Stabil cégek Székelyföldön az elmúlt évtizedekből. Bemutatkozik a Triplast Kft. Akiket az idő igazol, rovatunk folytatódik, és egy újabb cég, egy újabb bemutatkozó következik itt a folytatásban, ugyanis a Triplast tulajdonosa és ügyvezető igazgatója van velem szembe, Kerekes Botond. Üdvözlöm, köszönjük, hogy itt van. Üdvözlöm a hallgatókat. Röviden csak arra kérném, kedves Botond, hogy mutatkozzon be néhány szóban, akár önről is mesélhet, saját magáról, végzettséged, hogy hol tanult, és hogy magáról a cégről is néhány gondolatot, hogy mivel foglalkoznak, és nagyjából mire gondolhatunk azt a szót halljuk, hogy Triplast. Kerekes Botond vagyok, közgazdaságot végeztem Kolozsváron. Érdekes módon 2001-ben csöppentünk össze másik két cégtársammal. Alapjába véve az ötlet egy harmadik személytől jött, aki az alapítás előtt valahogy megijedt, és visszalépett, akkor kellett keresnünk egy új harmadik félt. Ez meg is történt. Fikó István és a másik cégtársam pedig Ugrán Claudiu. Hárman álltunk össze, az alapötlet, mivel 2002-ben kezdődött úgymond a valamennyire szelektív szemétgyűjtés, és tudatosítani persze az emberekbe, hogy ez így helyes, ami nagyjából mai napig még nem valósult meg. És akkor az ötlet az volt, hogy utcai oszlopra szerelhető szemeteseket gyártsunk műanyagból, és a 850-es normának megfelelő euró kukákat, 120-as, 240-es kukákat gyártsunk, forgalmazzunk. Ez volt az alapötlet 2002-ben. Ez aztán meg is, tehát igazából ez az alapötlet, ez a köré irányult, hogy 2002-ben elkezdték az embereket picit erre feleterelni, hogy akkor a szelektíven gyűjtjük a szemetet, meg hogy megpróbáljuk tudatosan ezt az egészet, és ennek köszönhetően lett egy úgymond egy szolgáltatása ez a cég, hogy akkor mi biztosítjuk emelni például a kukákat, vagy önöknek is tudatos volt az például, hogy szeretnék az emberekben ezt a gondolatot elültetni? Valahogy mindkettő. Tehát helyesnek tartottuk, hogy hát nem 2002-ben, hanem sokkal hamarabb elkezdődött a, hát úgymond a rendszerváltás után sokkal több csomagolóeszköz, sokkal több szemét keletkezett, mint azelőtt. És emiatt fontos volt, szerintem az irányzat az Európa részről jött, Európa irányából, Nyugat-Európából, hogy a szemétgyűjtés, a szelektív gyűjtés az fontos. Ez volt az alapötlet. Aztán majd ki fog derülni, hogy ettől el is távolodtunk. Újabb termékek, teljesen más termékcsaládok, kihasználva a 2002-ben még nem teljesen ismert rotációs technológiának az előnyeit. Ez hogyan indult el, hogyha már erre hamarosan rátérünk, de azért még maradjunk egy kicsit a kezdetnél, hogy hogyan tudtak önök betörni a piacra mondjuk? Volt egy olyan piac, ami már versenytársakat is hozott magával, vagy ez egyfajta monopól helyzet volt annak idején? Egy olyan ötlet, ami innovatív, vagy azért már meg kellett mérkőzni annak idején is valakivel? Nem volt teljesen szűz piac, nem volt monopól helyzet, mivel különböző termékek importból származtak, mindenki tapogatózott, de egy elinduló, egy kiépülő piac volt. Ahol mi úgy gondoltuk, hogy persze lehet egy része a mi cégünknek is. Mennyi idő kellett elteljen ahhoz, hogy mondjuk versenytársként tudjanak önökre tekinteni? Vagy egy meghatározó szereplőként ezen a piacon? Azért évek kellettek hát ehhez, vagy elég hamar jött? Maga a szemét piacon évek. Tehát én úgy csatszolom, hogy 2-3 év. És akkor utána már azért úgy egyértelmű volt, akkor gondolom mindenkinek, hogy a Triplast az egy meghatározó név akár ezen a területen. És hogyan viszonyultak mondjuk ehhez, akár említette, hogy nem volt teljesen monopól a helyzet, mondjuk a versenytársak mit gondoltak, vagy hogy volt-e mondjuk valami olyasmi konkurencia esetleg önök között, ami mondjuk nehezítette a munkát annak idején? Volt konkurencia, volt egy előnyünk, mert akkor még nem voltunk, Románia még nem volt unió tag, és akkor akármilyen tenderen az akár külföldről, importból származó termékekkel szemben volt egy bizonyos százalék előnye a belső termelőknek, a hazai termelőknek. Ezt kihasználva szerintem tudtunk fejlődni.
Itt közben olvasom a leírást a Triplusnak a weboldalán, és nagyon tetszik ez a gondolat, hogy értékeink közé tartoznak a szenvedély, a következetesség, az egyenesség és a kliensre való összpontosítás. Ez végig kísérte azért ezt a 21 évet végül is, hogyha azt vesszük, és mindig ezek voltak mondjuk az alapértékek már a kezdetek óta? Igen. És ehhez hozzátenném, hogy a cégünk hárman vagyunk társak, és kis cégként indulva nagyon fontos volt, hogy flexibilisek maradjunk. Tehát most is van nálunk sokkal nagyobb cégek, konkurens cégek, de náluk, mint a hatalmas cégeknél, információ szerintem vesztődik. Tehát a kisebb cégeknek az előnye a flexibilitás, tehát hogy hozzánk, mint ügyvezetőkhöz is, bármilyen információ sokkal hamarabb eljutott, mint egy hatalmas cégnél és egy sokkal bonyolultabb szervezési struktúránál. Említette, hogy körülbelül 2-3 év kellett, igazából, hogy akár 3-4 év is ahhoz, hogy a Triplus egy meghatározó szereplője legyen mondjuk ennek a piacnak. Ez már 2005-2006 körül járunk, ami után 2 évre rá megérkezett a bizonyos gazdasági világválság, 2007-2008. Ez milyen szinten érintette a céget? Gondolom, hogy egy 5 éves cégnél akkor kellene igazán úgy élvezni a sikert, és egyre jobb és jobb, aztán megjön egy ilyen nagy törés. Ez hogyan érintette önöket? Hát mivel mi az elején úgy döntöttünk, hogy minden nyereségünket visszafordítunk, legalábbis az első 3 évbe, és utána is arra összpontosítottunk, hogy többet fektessünk vissza, hogy valahogy a piac úgy kérte, hogy egy olyan fejlődést biztosítsuk ahhoz, a több tőke kellett, ezért kevesebb pénzt vettünk ki, és sokkal több pénzt forgattunk vissza, meg kezdtünk pályázni is, hogy új gépeket újítsunk, modernizáljuk a gépparkot minden téren. Ezért én nem, hát volt egy negatív hatás, ami minden válságnak globálisan, de... De talán nem érezte meg annyira akkor a cég. Nem. Volt esetleg olyan akkor a úgymond a 21 éves fennállás során, amikor tényleg rezgett esetleg a léc? Mármint akár működés szempontjából kérdem, vagy akár gazdaságilag volt-e olyan pillanat, amikor hárman összenéztek, és azt mondták, hogy gyerekek, most azért baj van. Alapjába véve igenis, meg nem is. Tehát volt olyan pillanat, amikor volt visszaesés, de szerencsére azelőtt úgymond elég zsírt gyűjtöttünk ahhoz, hogy akár hosszabb, akár éves periódust, egy-két évet is saját zsírunkból túléljünk. Egy ilyen periódus volt 2015 után, de a 2014-15-ös év annyira jó volt, hogy ezt minden különösebb probléma nélkül megbírtuk. Szerencsére hamar vége lett. A 21 év alatt akkor voltak mondjuk olyan globális hatások is akár, amik befolyásolták a cégnek a működést. Nem feltétlenül negatívra gondolok itt most, hanem akár egy olyan döntés uniós szinten, világszinten, ami mondjuk megdobta pont a keresetét ennek a piacnak, vagy egy olyan döntés, ami pont esetleg visszahúzta. Tehát hogy ugye a 21 év alatt melyek voltak azok a meghatározó pontok, amit mondjuk egy emelkedés, vagy akár egy lejtő követett. Bármilyen válság hathat negatívan, de érdekes módon azt hittük, hogy negatív hatása lesz a járvány periódusnak, de nem volt az. Mert valami miatt több részről történtek a befektetések az építkezésbe, az infrastruktúra és akár az ingatlan piacon is, és mivel mi 2005-6 után nem csak a szemétgazdálkodásra, hanem más piacszegmensekre is elkezdtünk különböző termékeket gyártani. Ezért azt mondhatom, hogy egyáltalán nem hatott negatívan ránk még ez sem. Szerencsénkre. De akkor ugyanúgy kiemelhetjük azt, hogy gondolom pozitívan hatott, említette itt az ingatlan részt, meg ugyanúgy az építkezéseket, beruházásokat, az a fajta 2017-től kezdődő emelkedés, ami az ingatlan piacon történt. Tehát, hogy azért ott megugrottak az árak, óriásiak voltak a keresetek. Ez ebben az esetben hatott mondjuk a cég működésére, hogy igen, egyre több befektető lett akár az ingatlan piacon? Igen. És ez igen. Nagyjából, tehát hogy erre számítottak, várható volt, vagy ez egy meglepő pozitív emelkedés? Hát az ingatlan piac a mi termékeinkre nézve az egy kisebb százalék, a nagyobb az a infrastruktúra, mivel elkezdtünk csatorna és vízhálózat képítéshez használt termékek gyártását,
Ezért államszinten, hogyha úgy döntenek, hogy vagy akár európai pénzeket hívnak le erre a piacszegmensre, és ez történt, emiatt minket nem érintett negatívan a járványhelyzet sem, de én úgy gondoltam, hogy szerintem mind a hárman úgy gondoltuk, hogy ha tényleg ez az infrastruktúrális befektetéseket is megszüntetik, akkor az ország gazdasága szerintem megfekszik, mert ez egy csomó mindent mást még húzott magával. Így ezeket a gondolatokat hallva azért úgy azt veszem ki a szavaiból, hogy figyelik akár a más fajta piacoknak a működését, az előreláthatóságát. Gondolok ott arra, amelyik befolyásolja a cégnek a működését. Ez valóban így van? Tényleg igyekeznek mondjuk akár az infrastruktúra, akár építkezés, nem feltétlenül kell konkrétan megnevezzük, hanem tényleg igyekeznek arra odafigyelni, hogy mi történik más piacszegmenseken, és mi folyásolja be az önök piacát, vagy az önök cégét, és ezáltal könnyebben reagálni rá, vagy általában inkább az a tendencia, hogy amilyen helyzet jön, arra próbálunk reagálni. Tehát azért van egyfajta előrevetíthetőség reagálás szempontjából? Én mind a kettőt mondom. Tehát az adott helyzethez mindig flexibilisen kell hozzájunk, és ki kell használjuk, de ugyanakkor meg kell figyeljük, hogy úgy a világgazdaság, vagy európai, vagy országos gazdaság milyen irányba halad, és akár hogyha kell, akkor teljesen új termékkategóriákat is megpróbálni gyártani, hogy ne csak egy lábon álljunk. Gazdasági szempontból akkor ez így azt gondolom, hogy egészen összeállt. Nézzük egy picit meg magát a céget alkalmazottak szempontjából. Hogyha jól értettem, akkor hárman indultak annak idején 2002-ben. Igen. Alkalmazott szempontjából ez hogyan változott egészen akár a napjainkig? Mikor jöttek az első alkalmazottak, ez hogyan növekedett, akár most hányan vannak? Tehát, hogy egy picit így alkalmazott szempontjából hogyan zajlott a 21 év? Az első alkalmazottak az természetes 2002-ben, mert három ügyvezető nem tudott gyártani. Tehát kellettek gépek, és a gépeket kihasználó alapmunkások, mérnökök, tervezők, tehát a cégnek az alapstruktúrája az már 2002-ben kialakult, és hál' Istennek folyamatosan növekedett. Növekedett a cég, növekedett akár személyzet szempontból, úgy számbelileg, mint minőségileg. Mondjuk nézzünk egy ilyen 2010-et, körülbelül akkor hányan voltak? Így nagyjából, tehát hogy ez igazából csak magáira lépcsőzetességén. Hát most pontosan... Nem feltétlenül pontosan, még, tehát nem feltétlenül pontosan, hanem úgy nagyjából nagyságrendben. De 2010-ben már 50 embernél többen voltunk, és 2015-ben volt egy bizonyos csúcs, úgy árbevételből, mind emberszámból, mert úgy kérte a piac, akkor már 120 felett voltunk, aztán következett egy kis visszaesés, 2017-18-ig, és utána újra egy emelkedés. A visszaesés az gazdasági oka volt, vagy a technológiai? Tehát, hogy átvette bizonyos technológia az emberek helyét, vagy inkább gazdasági oka? Gazdasági. Gazdasági. Visszalépésnek talán nem is nevezhető, hanem inkább egyfajta újragondolás. Gazdasági visszaesés volt, szerintem kevesebb pénz pompálódott az infrastruktúra, akár új infrastruktúra kiépítésben, vagy a régi infrastruktúra modernizálásában, az, ami piacszegmensünket, a vízhálózat és a csatornát illeti. A cégnek az értékeiről azért, hogy már beszéltünk néhány gondolatot, pont ehhez kapcsolnám akár az alkalmazottakat is, hogy miért dolgoznak önöknél az alkalmazottak, hogy miért érzik jól magukat. Van egyfajta értékrend, amit önök igyekeznek biztosítani akár alkalmazotti szinten is, mert itt ugyancsak erre a mondatra vissza reflektálva, szenvedély, következetesség, egyenesség, kliensre való összpontosítás. Ez a kliens szemében is egy pozitív gondolat, de akár lehet alkalmazott szemében is, hogy igen, velem következetesek a vezetők, meg vagyok becsülve, de alkalmazott, ezért én jól érzem magam. Hát ez természetes, mert ügyvezetőkből nem lehet egy termelő céget működtetni, tehát nagyon fontos minden láncszem. És én nagyon remélem, hogy ezt minden alkalmazott úgy tekinti, hogy egy fontos láncszem a cégben. És szerintem ez így alakult ki, én remélem, hogy az a kölcsönös tisztelet és megbecsülés miatt
szívesen dolgoznak nekünk, nálunk, a cégnek egy közös fejlődés érdekében. Egyik se létezik szerintem a másik nélkül. Tehát munkások sincsenek, vagy irodai munkások sincsenek vezetők nélkül, de fordítva sem. Hogyha már így a múltat azért emlegettük elég sokat, 21 évet gondolom nehéz összesűríteni ennyi percbe, viszont nézzük egy picit a jelent. Itt úgy indul a úgymond a beszélgetés, hogy Tripla azt egy sikertörténete. Sikeresnek tartják, gondolom, ezáltal a céget, vagy ezt így meg sem kérdezném, hogy annak tartják-e, mert látjuk, hogy egy sikeres cég. Önök most jelenleg miben látják a sikertitkát? Mitől sikeres a Triplast? Most a Triplast szerintem több ok miatt sikeres. Egyik ok természetesen az alkalmazottak, mert egy nagyon jó csapat alakult ki, nem egészen rövid idő alatt, mert 21 év az nem olyan rövid idő, de még mindig sok alkalmazottunk van, aki 2002-től velünk van, sok alkalmazott van, aki több mint 10 éve van velünk. Ez egyik része a sikernek, a másik része pedig szerintem következetes állandó fejlesztés és nem stagnálás. Ez úgy az alkalmazottak, mind a gépek, mind a cég teljes egészét figyelve. Azt írja itt ugyancsak ebbe a bemutatkozóban, hogy mindig a jövő felé tekintve együtt gyakoroljuk a tökéletességet, a fejlesztést, az új dolgokat, ennek a történetnek még messze van a vége. Mire próbálnak reflektálni, pontosan milyen jövőbeli terveik vannak? Hát a jövőbeli terveink, tulajdonképpen minden cég meg kell feleljen a piacnak. A jövőbeli piacnak. Nem minden cég hivatott arra, hogy saját maga alakít ki bizonyos termékre piacot. Így mi sem. Tehát mindig vannak elöljárók, mégis Romániában vagyunk, nem Nyugat-Európában. Valószínű, hogy minden újítás a mi piacunkon, a mi termékeinknek, mi is újítunk, de azért mi nem rendelkezünk éppen olyan felkészültséggel semmilyen téren, mint nyugat-európai cégek. Mi tudunk alkalmazkodni, tudunk fejlődni, és megfigyelni a nyugat-európai fejlődést, és a nyugat-európai irányokat. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi vagyunk az úttörők. Tehát akkor igazából alkalmazkodni ahhoz, amit a úgymond a nagyobb diktálnak, vagy a legnagyobbak akár. Nem is, hogy diktálnak, hanem megmutatnak. Talán ez így helyesebb. Van-e mondjuk egy olyan új termékkollekció, vagy termékcsalád, amivel nem olyan rég, vagy akár a jövőben fognak megjelenni? Mindig vannak újítások, mindig vannak bármilyen terméket nézve, vannak tökéletesítések. Tehát ez így van. Nem látok ilyen teljesen, tehát a jövőben nézve, és a mi piac szegmensünket, a mi termékeinket nézve újítás lehet, de nem olyan drasztikus, hogy most valamilyen termékek teljesen lecserélődjenek, tehát ez nem. Itt a tökéletesítés inkább. Azon van a hangsúly, tökéletesítés, minél olcsóbban, minél jobb terméket. Én is azt gondolom, hogy talán egy sikeres céget ez is tud a folytatásban is előre vinni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kerekes Botond volt a Triplast tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a vendégünk. Köszönjük ezeket a pozitív gondolatokat, illetve azokat a úgymond útnak indítókat, amit mondjuk fiatal cégek akár fel tudnak olyan szinten használni, hogy értékeket tudjanak telepíteni a cégükbe. Úgyhogy további sok sikert kívánok, és sikeres éveket a folytatásban. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Viszontlátásra. Az imént bemutatkozott vállalkozást is az idő igazolja. A műsort a Médiatér készítette.